Belvízzel borított szántók Szekszárd határában. Az elmúlt időszak esőzései miatt több területen is látni hasonló jelenséget. November óta a térségre nagyjából 250 mm eső hullott, ezért egyes talajok már nem tudják elvezetni a vizet, mondja Kővári László, gazdálkodó agrármeteorológus. November-decemberi csapadék mennyisége és a január nem csak a mennyisége, az a 200 mm meghaladó, hanem az intenzitása is eredményezi azt, hogy ezeken a területeken lassabban tud elszivárogni a víz. Mondjuk a múlt heti állapotokhoz képest is már alacsonyabb ez a szint. Vagyis Tolna vármegyében egyelőre nem okoz jelentős gondot a gazdáknak a belvíz. A vízügyi adatai szerint jelenleg a Simontornya és a Báta közötti Dunaszakasz mentén 347 négyzetkilométernyi terület érintett. Kővári László szerint a jelenség annak is köszönhető, hogy sem tavaly, sem az idén nem volt még jelentősebb havazás. Hogyha február-március csak átlagos lesz, akkor el fog tűnni. Tehát kárt nem okoz, viszont ha ez mind hóba esik, akkor lassabb a folyamat az olvadás, és akkor körülbelül egyensúlyt tud tartani a talajvízelnyelő képessége és a hóolvadása. Idehaza egyébként a belvíz most főként az Alföldön és a főváros környékén okoz gondot. Szeged térségében például már nagyjából 6000 négyzetkilométeren küzdenek ezzel a földművelők.